Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Multidéző soron következő adását látják. A mai napon Borbényi Ágnessel, Ági nénivel beszélgetünk, akiről én azt tudom, hogy nagyon szereti a könyveket, mert hogy a könyvtárban már többször találkoztunk. Mikor volt legutoljára a könyvtárban, és milyen könyveket szeret olvasni? Most ezen a télen keveset voltam, mert az utóbbi időben nagyon hideg volt, és havas és csúszós utak voltak, és nem mertem neki indulni. Én nagyon szeretem ezt a idegen írókat, magyar természetesen magyar írókat is, és a régi írásokat nagyon szeretem. Ki a kedvenc? Van kedvenc írója vagy költő? Úgy az úgy nem mondhatom. Mindenkit szívesen olvasok, aki arra érdemes, és gyönyörűséget találok benne. Kimondottan teltséget a szívemben, nagyon-nagyon. Már gyerekkoromban is olvasós voltam, mondjuk hát természetesen akkor nem olyan könyveket, de folyóiratokat kaptam annak idején a Fogarasi Gyurkáéknak, akinek egy nagyon kedves felesége volt, és annak olyan nagyon szép folyóiratok, Új Idők, és nem tudom még honnan jöttek írásai, és attól nagyon sok ilyet kaptam, és azokat is olvasgattam. János bátyám is olvasós volt, a legidősebb bátyám, fiatalabb bátyám már kevésbé, mert ők nagyon dolgosak voltak. A nővérem is egy nagyon dolgos valaki volt, az mindig rosszalta is, hogy dologidőben nem olvasgatunk, mondta. Akkor neki kell fogni a munkáknak, mert ugye hát azt nem lehetett, hogy reggeltől estig ne azt csináljuk, ami nagyon fontos. Hányan voltak testvérek? Négyen, öten voltunk testvérek, itt egy kisfiúcska 30-as években, 11 éves korában tragikus körülmények között elment közülünk. Nagyon nagy bánatunk volt miatta, és így négyen maradtunk. János bátyám, aki festegetett, az volt a legidősebb, és utána a nővérem, a Terka néném, és utána Józsi bátyám, ő volt, aki 16-ba született. És én pedig háború után, 22-ben, miután édesapám 6 évig volt oda a háborúba, 14-be ment el, és 20 januárjában jött meg Románián keresztül. És mesélt önnek gyermekkorában? Nagyon-nagyon sokat, és a gyerekkoráról is nagyon sokat mesélt. Akkor pedig a nagypapám, édesapámnak az apja, az arra Soltvaszkerti úttól jobbra, azon a részen voltak a borbényi földek. A nagymamám pedig a felső tíszoldakon ott voltak a flajszok. Onnan nősült a nagypapám. És akkor, mikor már meghalt a nagymama, akkor a borbényi nagypapa szétosztotta az örökséget, és akkor jöttek be a falusi házhoz, volt egy borbényi öreg ház a Kenderföldi utcába, és az én nagypapám azt kapta meg örökségbe, azt a házat. És ott laktak, és onnan jártak ki az egyik tanyánál is, volt ugye örökségföld, amit használtak, amit a nagypapám kapott, a borbényi nagypapám. És a nagypapám pedig fönt a Bekói iskola környékén, azok mind flajszföldek voltak. És akkor ott volt az öröksége a nagymamámnak, a déd nagypapámnak is ott volt a tanyája. Tehát ahol volt az iskola, a következő dűllőbe
jobb kéz felől, tehát nem a falu felé, hanem jobb kéz felé, arra fölfelé, az első tanya volt a Freisz Antal nagypapámnak a tanyája. És akkor a mögötte lévő tanyát is még megvette, ami egy Bleszák tanya volt, és akkor ő oda költözött, és a fiatalabb, a második fiának hagyta meg azt a tanyát, amit ő épített. Azt kapta meg a Freisz András, aki oda veszett a 14-es háborúba az olasz fronton, ott, ahol a vizet felrobbantották a hidakat és a töméseket, felrobbantották az olaszok, és rájuk engedték a vizet, úgyhogy nem is tudtak menekülni, mondta az édesapám, hogy meg írások is vannak róla, nem is tudtak menekülni, mert annyira rohant a víz, hogy felrobbantották ezt a töltéseket, hogy elöntötte az egész tábort, és nagyon-nagyon sokan oda vesztek. Említette a Borbényi házat a Kenderföldi utcában. Megvan-e még ez a ház? Nincs de, meg. Nincs. Ezt a 80-as évek végén a felülünki oldalon, tehát nem a határ felüli oldalon, hanem a falu felüli oldalon a második telek volt a Borbényi ház. Borbényi déd nagypapának a háza, amit a nagypapám örökölt meg. Azt, akik megvették az 1900-as évek elején, mert azt a nagymamám a 89-ben eladta. Miután meghalt a nagypapám 2-ben, Borbényi János nagypapa meghalt 902-ben, akkor apámmal még egy ideig ott maradtak, és akkor a nagymama úgy 7-8-9-ben, pontosan nem tudom melyik évben megvette, de már 10-ben itt laktak a hátsó szomszédban, itt a nagymamám testvére lakott. És a déd nagypapám is ekkor már beköltözött a Bekói iskolánál volt a tanyája neki, szétosztotta a földeket, és akkor itt a faluba vett házat magának, és a legfiatalabb fiával itt lakott a déd nagypapa. Itt pedig a nagymamámnak a bátyja, vagyis a öccse, János bácsi, és itt a nagymamám vette meg apámmal ezt a házat. És ekkor nősült meg az édesapám, vette el az édesanyámat, aki Gubik Julianna volt. Azok hárman voltak testvérek. Ők mikor házasodtak, erre emlékszik? 9-ben házasodtak. 9-ben. És a János bátya 11 elején született. 9 őszén volt az esküvőjük nekik. Igen. Mi az első emléke gyermekkorából erről a házról, ahol most vagyunk? Ahol én csak 3 éves korom óta, de azt tudom pontosan, hogy 3 éves voltam, amikor már 25-ben mentek el a déd nagypapa házából, ami a Fejes Pisti itt az utcába, az volt a déd nagypapa háza, és én oda jártam játszani, mert ott ugyanolyan idős unoka volt Gébert Lajos, mint én. A nagymamámnak a legfiatalabb öcséje, aki örökölte a házat, annak az unokája volt. És a déd nagypapa akkor még élt, 37-ben halt meg a Freisz Antal déd nagypapám. Mert akkor az volt az íratlan törvény általában, hogy mindig a legfiatalabb gyerekre hagytak valamivel többet, mint a többinek, és arra maradtak az öregek eltartása. Ez egy iratlan törvény volt. Ági néni azt is elmesélte, hogy sok történetet hallott déd nagyapjától, vagy ahogyan ő hívta, szép apjától. Egyszer például a császártöltési út legendáját is megtudta. Például mondta azt is, hogy a császártöltési utat is azt nem az ő életébe, hanem az ő apja életébe építették, amikor jött József császár Magyarországra. És akkor beszélték a faluba, mondták az emberek, az illetékesek is, hogy össze kell állni, és így mondta a déd nagypapa, hogy építsünk utat, mert jön a császár, építsünk utat, mert jön a császár. És jött is József császár. De addig még ez császártöltés, nem akkor császártöltés. Akkor még nem is így hívták, hanem... Nem is ez volt a neve neki. És akkor Kecel, amikor települt meg, első, ugye a fő utca nyílt meg, a Ligettől jobbról balra, nagyon csúnya kis házak voltam, még sok csúnya kicsi házat ismertem, sokan ott települtek le, és a Freiszok is ott települtek le, és a Borbényiak is. A Borbényiak később jöttek Kecelre, az 1800-as évek elején, első éveibe, mert az én borbényi ősöm Borbényi Lőrinc volt,
Az akkor, miután a törökök kimentek, akkor a Felvidékről, ugye, mint általában ott már, akik el tudtak menekülni a törökök elől, nagyon sok család úgy fölhúzódott a Felvidékre. És hát akkor menjünk haza a Alvidéken bizonyos család is. A Borbényiak nem mentek vissza a Tiszán túli része, azt a helyet nem tudom, hogy merre voltak, de ott voltak, az, ott volt az életterük, ott élték az életüket, onnan menekültek Felvidékre. Na és ez az én, ők nagyapám, ez a Borbényi Lőrinc, ez mint legény ember jött le ide Kecelen keresztül Kiskunhalasra. A történet pedig innentől már ismerős lehet sok hasonló felmenőkkel rendelkező keceli család számára. A letelepedés utáni házasság, majd gyermekek és saját ház. Ági néni mesélt még arról is, mekkora vallási élet volt annó Kecelen. Na és akkor hát ez a dédnagyapám 96 éves koráig élt, és ez nagyon-nagyon sok minden régi históriát mesélt nekem, nem meséket, hanem hogy kik voltak, és mik voltak, és ki mit csinált, és hogy csinált, és mint csinált. Akkor neki tudomása volt így mindenről, rengeteg. Nagyon emberről. Szép, hosszú értel, nagyon szép bácsi, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, de nagyon szép bácsi volt, olyan szép kezei voltak, és szép arca volt, idáig érő fehér haja volt, nem gubancos, idáig egyenesen elvágva, és kicsit hullámos volt. Szép szemei voltak, templomba járó volt, itt laktunk az első szobába, itt az utcai szobába, hajnalban, mikor hajnali misék voltak, nagy léptekkel hallottuk, na öreg papa megy a hajnali misére. Sokan jártak akkoriban templomban? Nagyon sokat, tele volt a templom. Mindenki ment, igazán, nagyon-nagyon sokat. Egy ilyen vasárnapi szentmise az ünnepnapnak számított? Akkor még kívül is álltak, a oldalajtón kívül is, meg a nagyajtón kívül is álltak az emberek. Hát még rosszul is lettek olyan sokan, még én is többek között gyerekkoromban bent voltam, a nagymisére mentem el, Vesztemre nem, a diákmisére. És olyan zsufoltság volt, és olyan levegőtlenség volt, hogy rosszul lettem, hogy alig tudtak kihúzni az oldala ajtón, hogy levegőhoz jussak, és helyre jöjjek. Nagyon sokan jártak, és vallásosak voltak az emberek, a szobákban szentképek voltak, középen tükrök voltak, ilyen kicsit úgy fektetve, hogy ilyen hanyatt esve, hogy lássák magukat a tükör előtt, és általában ilyen kanapé padok voltak az első szobába, és akkörül voltak az asztalok, és jobbról-balról az ágyak, és úgy a székek körülötte, és akkor fehér függönyökkel voltak beaggatva éjszakára, estére. Nagyon kevés helyen volt még spaletta. Uh-huh. Az már esemény volt, hogy van spalettájuk, hogy tettek. A szomszédban például volt, hát ugye az Kőműves bácsi volt, és volt neki gyalúja és gyalupadja, és a saját magának csinált, és akkor hát mi is úgy szerettünk volna, de nálunk csak függöny volt. De aztán később kiköltöztünk a konyhába és a hátsó szobába, és akkor ez volt a szép szoba, a tiszta szoba. Ez azt jelentette, hogy csak ritkán jöttek be? Vagy miért nevezték? Hát azért, mert itt volt bent a fehér ágyak itt voltak bent, nagyon szép ágyhúzattal, nagyon szép ágytakarókkal, és itt volt bent a sublót, a gyönyörű nagy sublótok voltak, három fiókosak, és még kasznik is voltak kisebbek, mert a sublóthoz járt egy kaszni is. Mert az úgy volt aktuális, hogy sublótja is legyen, meg kasznia is legyen. Az egy felső fiókkal volt, és két ajtóval. És akkor a két jobbra, balról a két fehér ágy, a nagyon szép slingelt, kézzel slingelt párnák, tömöttek, gyönyörűek, és akkor színes sejmek voltak oldalt alatta, a hímzett rész alatt, hogy a lukakon látszódjon a szép színes seje. Ezeket az édesanyja készítette? Mindenki készítette, igen. És akkor nagyon szép áttakarók voltak, olyanok, valami különleges ripsz anyagból, vagy de cérna anyagokból. Voltak ilyen ripsz anyagok, olyan vékony, nem kartonok voltak, hanem cérna anyagok, vékonyak, és akkor azt így középen így meghúzták, egy zsinort húztak bele, és kicsit ilyen fodrosan voltak fönt így meghúzva, és lefelé ráncosak voltak, és mögötte voltak a csodálatos párnák, és a tetején a hatalmas nagy másfélszeres dunyha, hatalmas nagy dunyha visszahajtva. És annak a vége is, az egyik vége volt a gombos, a másik vége meg ilyen szép slingelt és színes anyaggal alatta. Az ön testvére Borbényi János, nagyon híres festő. Igen,
Már mikor kezdett festeni? Ő már kicsi korában, nagyon nagy kárára a családnak, mert mindig rajzolni és festeni akart. És akkor háború volt, és nem volt tanító. Elmentek a frontra. Akkor édesanyám, hogy a gyerek már mégiscsak tanuljon, ne maradjon el, akkor beíratta a zsidó iskolába. 2-3 keceli fiú, a bátyának a kortársa járt a zsidó iskolába. Ekkor már Boros né, aki ott volt a fölvéve, volt egy borosbolt. És az a hölgy, az tanítónő volt. Később volt csak az üzletben, de mikor ide kerültek, akkor tanított. Na és akkor a bátyát is fölvették, mint tanulót a zsidóiskolába. Révész Miklós olyan idős volt, mint ő. A Révész család legidősebb fia, Révész Miklós. Ez volt az iskolatársa, járt is itt a bátyához, nagyon szerették egymást. És akkor csodálatos képeket, meg is voltak sokáig a rajzok, amiket rajzolt, mindig csoda képeket rajzolt, ásott kapát, de oly tökéletesen olyan szépre tájakat, házakat, tornyokat, kutyákat, macskákat, mindent, na, rendes rajzlapra rajzolt, még láttam is őket, mert padláson voltak eldugva, úgy a cserepek mögé oda ő elrakta őket. Igen, na és akkor utána ez is megszűnt, akkor az édesanyám később, hogy a gyerek olyan sovány volt, és nem volt annyi föld, akkor úgy határoztak a szüleim, hogy a gyerekek ne szegény paraszt gyerekek legyenek, ugye, mert ugye akkor még 5 voltunk. Igen. A 20 holdból kevés jut egynek, hát arra szorulunk majd, hogy mi hát nem leszünk már úgy, mint az ősök, és a szülők, meg a nagyszülők, meg a dédszülők, hogy tanya, meg föld, meg nem tudom én mi, hát csak 5-6-7 hold föld jutott egynek, meg egy darab szőlő. És akkor az édesapám úgy határozott, hogy a 2 fiút odaadja a mesternek, hogy tanuljon mesterséget, és mellette még egy kis földje is lesz. És akkor a János bátyát Kalocsára beszerezte az édesanyám a Propó Péter édesapjához. A szabó mester volt, még papi ruhákat is tudott csinálni. Papi szabó is volt, tehát reverendát is tudott, mert nem mindenki tudott csinálni reverendát. Mivel foglalkoztak a szülei? Parasztok voltak. Tehát állattenyésztés, növénytermesztés. Mindenki végig, mindenki állattenyésztéssel is. Ebből meg lehetett azért valamilyen szinten élni? Emberi módon meg lehet. Édesapám, bocsánat, szabadjon mondani, módos fiú volt valaha, csak erről nem sokat beszélünk, csak Borbényi nagypapa eladta. Mert ezek juhászok, régi juhászok, így pihenjettek este a tűznél. Ugye látszik ott gatyákba. Botok ott vannak náluk, és akkor ott mondja a magáét. Ezek csak olyan képzeletbeli képek. Na most ez is egy olyan régi kép, hogy régi asztaloknál ilyen kecskelábú asztalok voltak a kocsmákban, mert régen nagyon szegényes, csúnya kocsmák voltak. Még a Gerspán kocsma, ahol most drótkerítés van a zenteikkal, szembe itt sarkon, tudja, van az a drótkerítés. Igen. Ott valaha a sarkon volt egy nagyon csúnya sárga kocsma az én gyerekkoromban. Ez pedig nem volt más, mint az egykori Gerspán kocsma. És ha már kocsmák, találtunk olyan alkotást, amely a Hajósi pince sort ábrázolja. Na és akkor hát, hogy a bátya borkereskedő volt, és a hajósiaknál nagyon jó borok voltak. És ezek hajósi borpincék ott lent sorba. Ezek pedig a csántéros kocsik, mert azelőtt ilyen csántéros kocsikon vitték a bort, aminek ne, csak a kerekeket hagyták meg, még az alját a kocsinak, azt a műveletet, ahol a... És akkor csak befogták a lóhoz. És akkor elébe tettek ilyen rudak, ilyen vastag töltfákat, ilyen erős fákat, nem csak úgy oda bedobták. Ott látszódnak is, a hosszú fa, ott látszódik is a végén a 2 fa. Igen, és mikor akkor, a kép? 1942. Igen. Itt tolják föl a hordót, itt tolják a hordót, ez a hordó. És a kicsi létre is ide. Ez az a 2 létre, ami a 2 keréken így a talapzat van, tehát a kocsi, és rajta van az a 2 nagy fa, és azon a kis létrán, amit mutatok, tolják föl oda. 2 hordót állítottak, tele hordót oda. Ilyen vállalkozás volt, olyan vállalkozó. És akkor a fuvarosok így megpakoltak, és akkor ilyen sorba mentek, és vitték az eladótól a vevőhöz. Ugye a bátya is ettől a hajósiaktól, mert ezek a hajósi picik, itt vette a bort,
És akkor Kiskörösre ott volt egy kereskedő, aki átvette őtől ezt a bor, ezeket a borokat. A falon nem csak rengeteg képet, hanem fafaragásokat is láttunk. Amikor Ági néni mutatta nekünk a több évtizedes kézimunkákat, egy nehéz emlék is előkerült. A történet 1952-ben játszódik, az inséges napok idején. Muszáj, hogy zsírt szedjünk össze. Te menjél be Kalocsára, és vegyél zsírokat, ott menjél be, mert ott a hangyában, volt hangyában, meg itt, meg ott, amott, lehet zsírt kapni, és hát ügyesen vásárol egy 4 kilót hozzá. Bátya mondta reggel, mert az ment ki a méhekhez. Nem találom jónak, hogy a Juliska menjen zsírt venni, mert ugye az feketéző. És a Juliska csak megvette a 4 kiló zsírt, és a vezető, persze, adom, kiadom a 4 kiló zsírt, de egy füzetet kitöltött, hogy hová született és miért született, és aláíratta. Felért minden adatot. És akkor, amire a Juliska megjött a 4 kiló zsírral, nagyon sietett, mert aznap kötötték be Kecelen a villanyt. Uh-huh. Hogy én este már villanyal fogok vasalni, és tele volt a padlás suhával, nagyon szerencsére, hogy fönt volt a sok ruha. És akkor a Juliska megjött a zsírral, 1 óra múlva itt volt 2 mici sapkás, tudja, az a simléderes, azt mici sapkának hívták régen, 2 kis cingár fiatalember, hát hogy ők ez és ez, innen és innen, hát nem tudták, hogy honnan, hogy jöttek, hogy maga Kalocsán volt zsírt venni, 4 kiló zsírt halmozó. Ez már felhalmozásnak számított. Na akkor a rendőrségről, mert kihívott segítséget, akkor az egész házat átkutatták tetőtől talpig, akkor a padlást átutatták tetőtől talpig, és a édesapám ne ítélje meg, de egy kicsit szerette a borocskát, mert kezdve nagyon jó borocskák voltak, és ő borbényi volt, szerette a borocskát. És úgy félkeréken állt. És akkor már lefeküdt, és akkor olyan csúnyákat mondott, hogy mi az, turkálunk? Hallgasson öreg, mondta ifjú ember, ugye, nem bántották azért, és édesapám mondta édesanyám, ugyan már mit rendetlenkedik, és akkor mondta, hát egy kicsit már többet ívott a keletén, látjuk, mondták azért. A történet itt nem ért véget, Ági néni bátyja 2 évet, míg az a testvére, aki elhozta a zsírt, 3 év börtönbüntetést kapott. A beszélgetés több órán át tarthatott volna még, hiszen Ági néniből csak úgy áradtak a történetek. A mai múltidéző az ő története volt.